A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, Székesfehérváron indított el országos roadshowját a Mandiner Média és Hírszolgáltató. Az MCC Székesfehérvári központjában Póca István két biztonságpolitikai szakértővel beszélgetett. A köztérben számítunk figyelmükre. Van egy téma, ami tegnap is beszélgettünk, akkor nem közönség előtt, hanem hárman egy-egy kávé mellett, ez pedig az atomháborúnak a kérdése. Ez az a kérdés, ami azt gondolom, hogy most mindenkit foglalkoztat, hiszen az elmúlt időszakban számos olyan fenyegetés, olyan kommunikáció merült föl a európai politikusok részéről, nyilván elsősorban a franciáknak a részéről, ami mondjuk úgy, hogy sokakban aggodalmat keltett, hogy itt egy atomháború vagy atomfenyegetés következhet. Tartotok-e atomháborútól? Kezdjük talán innen, és akkor lehet, hogy már vita is lesz. Robert. Én úgy gondolom, hogy a kérdés legnagyobb tragédiája az, hogy egyfajta atomanalfabéták lettünk a hidegháború vége óta. És a probléma az, hogyha valamit nem értünk, akkor úgy igazából nem is tudjuk elkerülni ezt a problémát. Mire gondolok itt? Az atomkor beköszöntésével elkezdődött egy igen intenzív intellektuális erőfeszítés, gondolkodás avval kapcsolatban, hogy hogyan tudunk együtt élni vele a szörnyeteggel. Ez a szörnyeteg lehet, hogy csalódást fogok okozni a közönségnek, de ez a szörnyetek nem megy el sehova. Itt fogunk ebben élni, és az idősebb generáció ismeri azt, hogy hogyan éltünk ennek az atomfenyegetésnek az árnyékában évtizedeken át a hidegháború alatt. Most azt a tudást, azokat a készségeket, azt a tudást, amit akkor összegyűjtöttünk a vitáink során, a majdnem katasztrófák során, azt elfelejtettük. És most olyan döntéshozók hozzák a döntéseket, akik nem érzik a csontjaikba az atomháborúnak a rettenetét, és egy olyan közösséget próbálnak dezinformálni, aki már nem tudja, mi az atomfegyver. És ezért én úgy gondolom, hogy ebbe látom a legnagyobb veszélyt. Nem a fegyverek meglétében, hanem a mi képességünkben, hogy együtt éljünk ebben a szörnyeteggel, kicsit olyan, mint ez a háromfejű sárkány, itt a Süsünnek a papája, akinek még három feje volt, ilyen az atomfenyegetés is itt él velünk, és együtt kell élnünk vele, és elfelejtettük ezt a készségünket. És sajnos már a biztonságpolitikai szakértők se tanulmányozzák ezt, mert sokkal érdekesebb, tudom én, a genderjogokról beszélgetni Afganisztánban, vagy tudom én, a transzjogokról a dél-afrikai, vagy dél-amerikai zanza szakértők között, meg az együttműködésről, meg ezekről a dolgokról. Sajnos a régi világ visszatért, és a második hidegháborúnak ez lesz az egyik fő témája. Pont, te tartasz az atomháborút? Én optimistább vagyok, és most itt jön a vita része. Én ezt tudtam. Nem, nincs meglepetés. Részben az érintettük ezt a témát, hogy a múlt héten is, most próbálok ilyen új komponenseket belevinni. Alapvetően két okba vagyok optimistább, mint Robert. Az egyik az, hogy a 60-as, 70-es évek óta azért rengeteg olyan tapasztalattal, tudással bővült a döntéshozatali folyamat, ami korábban nem volt meg. Például korábban a karibi vagy a kubai válság idején, amikor a Szovjetunió rakétákat telepített Kubába, azok a fegyverek nem rendelkeztek semmiféle védelmi mechanizmussal. Tehát, hogyha Kubában úgy döntenek, hogy egyszer csak kirakják az orosz hadsereget, az orosz katonákat, akkor saját maguk is kezelhették volna ezeket a fegyvereket, és saját maguk is támadást indíthattak volna mondjuk amerikai célpontokkal szemben. Ugye most friss fejlemény, hát viszonylag friss, tavaly nyáron Oroszország taktikai nukleáris fegyvereket telepített Belarusba. Ez ilyen régi friss, mert ugye taktikai nukleáris fegyverek voltak Belarusban még a szovjet korszakban, és Belarus volt az első, poszt-szovjet ország, amely lemondott a nukleáris fegyvereiről 1993-ban, aztán Ukrajna és Kazaksztán követte Belarus, tehát már rendelkeztek korábban nukleáris fegyverekkel, most újra telepítettek az oroszok oda nukleáris fegyvereket, de itt például nincs semmiféle Belarus kontroll a fegyverek felett, tehát teljes mértékben orosz hadsereg irányítása alatt van. Még ha szeretné is Alekszandr Lukasenko, a belarusz vezető, hogy azt mondhassa magáról, hogy ővé a kontroll, ez nem így van, az orosz hadsereg kontrollálja, és még ha a belaruszok mondjuk el is fogalják
ezeket a fegyvereket, akkor sem tudnának vele gyakorlatilag semmit tenni. Ezek a fegyverek már csak úgy tudnak működni, hogy távolról megfelelő kódok birtokában az oroszok tudják kezelni. Tehát ez például egy olyan védőmechanizmus, ami korábban nem volt jelen. A másik pedig a kommunikáció. Tehát pont a kubai válság mutatta meg, hogy szükség van kommunikációs csatornákra, és akkor jöttek létre 60-70-es években azok a kommunikációs csatornák közvetlenül a Fehérház és a Kreml között, vagy a forródrót, amelyek ma is jelen vannak. Tehát a világ vezetői közvetlenül, gyakorlatilag egy percen belül, ha kell, akkor kapcsolatba tudnak lépni, és az azért nagyon sokat segít a helyzet deeszkalációjában. Ez az egyik oka, amiért azt gondolom, hogy jobbak jobban állunk a nukleáris fegyverek terén, mint 40-50 évvel ezelőtt. A másikok pedig az, hogy a rendkívül sok adatmennyiség, amit kaptunk az elmúlt évtizedekben, a mesterséges intelligencia, a big data terén, erről egyébként beszélgettünk múlt héten, lehetővé tette, hogy olyan szimulációkat folytassunk le, amelyek egyértelműen megmutatják, hogy mi lehet a kifutás annak, hogyha egy konkrét rakéta, egy konkrét helyre, nukleáris rakéta egy konkrét helyre csapódik, mi lehet a válasz, le van modellezve, és hát a válasz az nem éppen megnyugtató egyik döntéshozó számára sem. Ugye a két harcoló ország, feltéve, hogy ez a két ország nukleáris hatalom, akkor a két harcoló ország lakosságának a 98%-ának a kiirtásával, elpusztításával jár. Tehát nincs olyan felelős döntéshozó, amely bevállalja azt a kockázatot, hogy elindít egy ilyen rakétát, mert ha arra számít, hogy erre nem érkezik szimmetrikus válasz, de érkezni fog szimmetrikus válasz, ezek a szimulációk pontosan megmutatták, hogy ez lesz a vége. A vége pedig az, hogy a harcoló felek lakossága teljesen elpusztul, és nem mellesleg a föld lakosságából is 5 milliárd ember az utókövetkezményekben, az úgynevezett nukleáris télbe ugyancsak életét fogja veszíteni. Ugye a nukleáris télnek alapvetően azt a jelenséget nevezzük, amikor a nagyszámú atomtöltetek robbanása miatt a feláramló füst és korom eltakarja, vagy befedi a légteret, és nem szűrődik be a napfény, és ez azt eredményezi, hogy évtizedeken keresztül, amíg nem tűnik el ez a füst, évtizedeken keresztül a föld hőmérséklete drasztikusan lecsökken, egy ilyen állandó tél alakul ki, amelyben ugye a mezőgazdasági kultúrák, az élőlények elpusztulnak, és ez egy olyan élelmezési válságot eredményez, ami teljesen független attól, hogy Oroszországban, Ukrajnában vagy az Egyesült Államokban történik a robbantás, ugyanúgy Afrikában, Ausztráliában is ugyanúgy érezni fogják ennek a hatását. Tehát ezen okokból azt gondolom, a kontrollmechanizmusok és a kommunikációs csatornák megléte, másrészt pedig a megfelelő szimulációk, megfelelő lemodellezése a nukleáris háborúnak. Ez azt eredményezi, hogy a döntéshozók pontosan tisztában vannak, hogy hol futhat ki egy ilyen helyzet. És tudom, hogy Robert pedig azt fogja mondani, hogy néha ez a helyzet döntéshozók akaratától függetlenül is kicsúszhat, de azért ez egy inkább egy ilyen válságszenárió, amiről beszélünk. Akarod te mondani, Robert, hogy... Ja nem, én csak arra gondoltam, amit a múltkor is megjegyeztem, hogy nekem valahogy így a politikai döntések minőségéből nem az cseng le, hogy amióta van mesterséges intelligencia, azóta a politika sokkal intelligensebb lett. Nekem úgy tűnik, hogy van egy ilyen fordított arányosság, és minél intelligensebb a mesterséges intelligencia, annál hülyébek vagyunk mi, bocsánat, vagy a politikusaink, bocsánat a kifejezésért. Tehát én nem, nincs semmi alapon feltételezni, hogy ha mundén hétköznapi politikában ilyen rossz döntéseket hoznak, akkor hirtelen, mikor a nukleáris politikáról van szó, akkor csupa kis zsenikké válnak, a rettenetesen jó döntéseket fognak hozni. De ez nyilvánvaló a viccnek a szintjét. Ami engem sokkal jobban aggaszt, hogy a hidegháború idején volt nagyjából két nukleáris pólus. És egy ilyen kétpólusú rendszer igen stabil tud lenni. Viszont a mai világban egy nukleáris multipolaritásról beszélünk, és látjuk azt, hogy lemekül le tudják zsírozni mondjuk az oroszok meg az amerikaiak egymás között a dolgokat, de mi van Kínával például? Mi van a kisebb atomhatalmakkal? Tehát egy olyan rendszer, mikor egy bűvésznek, mikor egy zsonglőrnek két labdát kell a levegőben tartania, arra még én is képes vagyok, hogy előtte jól kialudtam magam mondjuk úgy. És
nem gluténmentes ételt teszek, akkor talán két labdát én is a levegőben tudok tartani. De már 7-8-9 labdát, ami különböző méretűek és különböző súlyok, biztos nem tudok a levegőben tartani. Tehát nekem abszolút két bal kezem van. Rólam senki nem feltételezte, hogy erre képes lennék, de mondjuk én ügyesebb ember, mint Anton, szerintem ő se tudna ennyi labdát a levegőben tartani, és én itt látom a veszélyt, hogy a pálya sokkal összetettebb lett. Egy kétdimenziós sakkból egy ilyen sokdimenziós sakkot kell játszunk, és ez már teljesen más. Labdázunk, igen. Tehát egyetértek ezzel a helyzettel, amit felvázoltál, de egyben ez fogja vissza a hatalmakat a nukleáris fegyverek bevetésétől is, hiszen hogyha ezek a hatalmak azt feltételezik, hogy elkezdenek nukleáris fegyverekkel fenyegetőzni, akkor azok az országok, amelyek nem rendelkeznek nukleáris fegyverrel, pontosan abban látják a saját védelmüket, hogy akkor be kell szerezniük ezt a fegyvert mindenáron. Tehát hogyha itt most konkrétan Oroszország és Ukrajna esetében, ugye Ukrajnában az a széles körben elterjedt álláspont alakult ki, hogyha ők 1994-ben nem mondanak le nukleáris fegyverekről, akkor ez a háború nem történik meg, és ez valószínűleg igaz is ebben a formában. Tehát hogyha más hatalom is, más kisebb középnagyságú állam is úgy látja, hogy az egyetlen védekezést számukra egy nukleáris hatalommal szemben azt jelenti, hogy nukleáris fegyverhez jutnak minden lehetséges áron, akkor ez ugye a nagyhatalmaknak a nagyhatalmi státuszát is fenyegeti, mert olyan új szereplők is bekerülnek ebben a nukleáris körbe, amit ők nem feltétlenül szeretnének. Ez a nukleáris kör ugye nagyon korlátozott, és nem nagyon bővült az elmúlt évtizedekben. Ugye egyetlen új tagja lett az elmúlt 40 évben, Észak-Korea, tehát ugye alapvetően a 80-as évek végéig kialakult ez a 8 országból álló nukleáris, tehát a Föld 193 elismert, ENSZ által elismert országából 8 rendelkezett nukleáris fegyverekkel. A 2000-es években Észak-Korea is úgy tűnik, hogy megszerezte ezt a fajta státuszt, tehát jelenleg 9 országról beszélünk, ez nem egy olyan nagy kör. Tehát pont azt gondolom, hogy ezek az országok is óvatosan viszonyulnak a nukleáris fegyverek kérdéséhez, mert ha felelőtlenül ezzel dobálóznak, akkor az ahhoz vezet, hogy egyre szélesebb lesz a technológiával rendelkező államok köre, ami az eszkaláció lehetőségét sokkal magasabbra emeli. Van egy érdekes dolog, amit látunk most különösen Európában, amióta újra szó van arról, hogy lehet, hogy a narancssárga hajú ember visszaköltözik a Fehér Házba, van egy ilyen pánik, hogy mi lesz Amerikának a külpolitikai kötelezettségeivel. Mert az egyik oka arra, ezek a kisebb államok, kisebb hatalmak nem tettek szert önálló nukleáris képességekre, az volt, hogy kaptak egy ernyőt. De Kelet-Európának az államai megkapták a szovjet ernyőt, a nyugati az Egyesült Államok szövetségesei megkapták az amerikai ernyőt, csak igen kevesen voltak azok olyanok, akik úgy érezték, hogy szükségük van saját nukleáris ernyőre. Franciaország az egyik ilyen példa, voltak más államok is, nem akarok most megnevezni, de voltak más államok is, és ez működött. Viszont mi történik akkor, hogyha a politikai elitek már nem hisznek abba, hogy az amerikai nukleáris garancia működni fog? Tehát van egy ilyen félelem az amerikai izolacionizmustól, hogy az Egyesült Államok újra visszatér, mint az első világháború után, egyfajta izolacionizmus, és akkor mi lesz? És akkor látunk olyan államokat is, mint például Dél-Korea, vagy Japán, vagy Németország, akiknek a politikájában, a stratégiai kultúrájában, politikai kultúrájában bele van húzagolva az, hogy pacifisták legyenek, hogy ne keressenek háborút. Lám csak már Németországban is arról beszélnek, hogy talán Németországnak is szüksége van egy önálló nukleáris csapásmérőerőre, és ezt halljuk Dél-Koreában is, és Szaúd-Arábia például az a jelenlegi politikai szkander a Közel-Keleten, ennek az egyik összetevője az, hogy Szaúd-Arábia hosszú távon szeretne saját nukleáris képességet a nukleáris Iránnal szembe, és látjuk azt, hogy ezek a kötelezettségek zsugorodnak, ez a napernyő mondjuk úgy zsugorodik, ami eddig betakart minket, most akkor mindenki ki akar nyitni a saját kis napernyőjét, és ez egy tény, és nem tudom, hogy fog a világ kinézni ennek a folyamatnak a végén, de kétségtelen, hogy több atomhatalom lesz, és minél több atomhatalom lesz, annál bonyolultabb lesz a kalkulus. Csak egy kiegészítés, bocs, már menni tovább tudom, de csak egy 13 témát írtunk össze, de ezt most megszoktuk minden héten. Hogy csak egy kiegészítés ahhoz, amit Robi mondott, hogy pont azok az országok, amelyeket te is említettél, Japán, Dél-Korea, Németország és egy sor másik ország, amelyekben elterjedt korábban a nukleáris technológia, tehát rendelkeznek saját nukleáris technológiával, saját atomerőművekkel. Németország az
pont a folyamatnak a folyamatot visszafordította. Minden esetre ezek az országok a közhiedelem úgy tartja, hogy képesek, tehát mivel rendelkeznek a békés atomtechnológiájával, gyakorlatilag nagyon hamar, ha szeretnének, akkor nagyon hamar katonai jellegű nukleáris fegyverekhez is tudnak jutni. A nagyon hamar az gyakorlatilag egy éven belőtt jelenti. Tehát, hogyha Japán úgy dönt, hogy valóban az Egyesült Államok, vagy attól tart, hogy az Egyesült Államok nem tudja többé megvédeni, akkor viszonylag hamar szert tud tenni nukleáris, katonai jellegű nukleáris technológiára, és ez igaz. Németországra, Dél-Koreára és egy sor másik államra is. De tarthatunk-e attól, hogy az Egyesült Államok nem fogja megvédeni a szövetségeseit? Kérdezem ezt ugye azzal az összefüggésben, és ezt már picit említettük, meg érintettük korábban, de bontsuk szerintem ezt most ki, megszárazzuk ezt szét, hogy a lengyelek a közelmúltban bejelentették a lengyel elnök, hogy ők nagyon szívesen adna helyt amerikai atomfegyvereknek, bízva abban, hogy Lengyelországnak a biztonságát, meg a régiónak a biztonságát megnöveli. Szóval a másik oldalon meg azt látjuk, hogy a francia elnök meg azt mondja, hát nem ennyire direkten, de indirekt módon, hogy nincs szükség, vagy ne legyen szükség az amerikai atomfegyverekre, európai atomfegyverkedésre van szükség, tulajdonképpen francia atomfegyverkedésre, de a francia képességeket európai szintre terjesszük ki, ha és amennyiben esetleg az amerikaiak meggondolnák magukat és elmennének, vagy nem akarnak bennünket megvédeni valamilyen fajta fenyegetettségtől. És akkor ehhez tegyünk még hozzá egy dolgot, és majd szeretnék kikacsintani itt a kínaiaknak a mozgolódására a régióban, meg nyilván Európában, de ugye a kínaiak egy óriási atomfegyverkezésben vannak jelenleg, drasztikusan megnövelik az atom képességeiknek, az atom robbanófejeiknek a számát. Robert. Hát három dolgot szeretnék elmondani, hogy most a saját érveim ellen beszéljek, mondjuk, hogy megerősítsem Antonnak az álláspontját. Van két dolog, amiben én bízok. Tehát van két olyan példa a történelemben, amiből tanulhatunk, hogy hogyan lehet visszagörgetni ezeket a dolgokat, hogy nem egy determinisztikus folyamatról van szó. Az egyik Svédország, a másik pedig Dél-Afrika. Tehát Svédország egy olyan hatalom volt, amelyik a II. Világháború után elindított egy masszív atomfegyverkezési projektet, és igen-igen közel kerültek ahhoz, hogy legyen egy svéd atomfegyver, ez az úgynevezett IKEA atombomba, amelyik ott van a pincébe, lenájlonozva, becsomagolva, kartondobozva, amit nem fogjuk tudni összerakni az életbe, ki kell hívjuk egy szakít, hogy összerakja, mert annyira intuitív, hogy nem vagyunk képesek összerakni, de volt egy ilyen IKEA bomba elméletben, végén a svédek nem lakták össze, kellett hozzanak egy döntést, hogy összeraknak egy atombombát, vagy pedig megveszik a képit, megépítik a legújabb svéd harci repülőgépet, és inkább a harci repülőgép mellett döntöttek, de az alkatrészek ott maradtak, tehát a csavarok meg a deszkák ott maradtak az IKEA csomagolásban a raktárban, és talán 2012-ben még találtak úgy kéz alatt néhány kiló plutóniumot, amit gyorsan elszállítottak az Egyesült Államokba, hogy került kézen közön némi plutónium. Ki az közülünk, akinél nincs néhány kiló plutónium ott, hát a svédeknél is volt, és akkor ezt lepaszolták az amerikaiaknak. Tehát ez az egyik ilyen remény arra, hogy meg lehet állítani ezt a folyamatot. És a másik pedig Dél-Afrika. Mielőtt a dél-afrikai rendszer összeomlott volna, akkor a 6 atomtöltetüket elszállították egy országba, amit másik országban nem akarok itt megnevezni, és gyakorlatilag különböző, az építés különböző stádiumában voltak ezek az atomtöltetek, és nagyon érdekesek a dokumentumai ennek a dél-afrikai atomprojektnek, mert elolvashatjuk gyakorlatilag ezt a halál utáni boncolást, ezt a postmortemet, a halottkémnek a beszámolóját, hogy néz ki egy atomhatalom, miután szétesik, és látjuk, hogy mindaz, amitől féltünk, mindaz, amilyen az elméletben létezett a teoretikusoknak a könyvében, az megvan a doktrínában is. Tehát amit leírtak hozzánk hasonló stratégiai spekulánsok, leírtak cikkekbe, meg könyvekbe, azt a katonák haditervé alakították át, és ezek a dolgok megvannak. Tehát ez az egyik dolog, amit szerettem volna megjegyezni. A másodikra már nem emlékszek nagyjából. És a harmadik. Ami Franciaországot illeti. Most már tegyük hozzá, hogy sok pénzt kaptak a dél-afrikaiak, hogy lemondjanak a fegyvereikre. Abszolút. És ami Franciaországot illeti, minden, amit látunk, tehát a pozitív dolog, a pozitív aspektus a Macron úr atomkodásának az, hogy gyakorlatilag nem mondott semmi újat. Azt, hogy a franciák önállóak akarnak lenni, ezt Franciaország megértette a II. Világháború után, meg az 56-os megaláztatás után ott Suez-nél, mikor az amerikaiak kiparancsolták őket a suezi háborúból, megértették azt, hogy szükségük van egy ilyen fegyverre, amelyik 360 fokban néz, mondjuk úgy, nem csak egy célpontja van, ez a francia stratégiai autonómia. És az se egy új ötlet, hogy ezt valamilyen formában egy európai atomfegyverre lehetne átalakítani. De Gaulle elnök megpróbált átalakítani ezt a NATO kontra a Varsói szerződést egy teljesen más európai konstellációval, nem sikerült neki. Tehát látjuk, hogy egy
tulajdonképpen egy hosszú távú francia gondolkodásnak a kinövését látjuk, vagy a folytatását látjuk itt, és ami a Lengyelországnak a közös felhasználását illeti, végén eszembe jutott. Miért beszélek ilyen hosszan, hogy közben eszembe jusson a harmadik pont, ami Lengyelországot illeti, a jelenlegi francia nukleáris doktrinában erre nincsenek megoldások. Tehát az amerikai nukleáris doktrina meg tervek lehetővé teszik azt, hogy átadják egy másik államnak ezeket az eszközök célba juttatásának a lehetőségét. Az amerikai töltet, amerikaiak ellenőrzik, de valaki más fogja ledobni a repülőgépből. Most a francia gondolkodásban ez nincs benne. És hogyha azon gondolkodunk el, hogy hogyan lehet európai atombombával lakítánt a francia atombombát, akkor föltevődik a kérdés, hogy most Orbán Viktor kap egy aktatáskát is ebben az elnökséggel, és akkor ez az aktatáska vándorolni fog a 20 nem tudom hány európai államfő között, teljesen abszurd, vagy kormányfő között teljesen abszurd gondolat. Tehát a fegyverek meglétén kívül ki kell dolgozni egy mechanizmust is, hogy hogyan ellenőrizzük, hogyan vetjük be, és akkor hogyan fog ez a vándorcirkusz ott működni, az európai vándorcirkusz, nekem nem tűnik túl jó ötletnek. Antons fog forrulni így 2-3 percben, hogyha lehet, a Putyinnak a beiktatása, meg ennek a háborús következményeiről, és ugyanúgy már Roberthez, a közel-keleti helyzetről, a Rafahnak a ostroma, hogy indulása, majd megválaszolod ezt a kérdést, itt a hírekből lehet bizonyos dolgokra következtetni, de akkor maradjunk egyelőre meg az orosz-ukrán fronton, és akkor maradjunk egyelőre Oroszországnál. Putyin. Hát a populárisabb része ugye a beiktatásnak az, hogy Putyint az elmúlt órákban ugye, ötödjére is elnökké iktatták. Nem számított erre. De hát mindenki számított rá. Talán a populárisabb része az, hogy ugye Putyin ilyenkor az orosz alkotmány szerint egy esküt tesz, ami 33 szóból áll, és az eskü része például az, hogy megígéri, hogy betartja a polgár és szabadságjogokat, betartja az orosz alkotmányt, és az orosz alkotmányban csak, ha nem mindenki olvasta, feltétlenül az nem mindenki olvasta a szövegét, többek között benne van, hogy Oroszország nem indíthat háborút egy másik országgal szemben, csak ugye védekező háborút folytathat. A Oroszországban nincs cenzúra az alkotmány szerint, miközben Oroszország mondja 2,5 éve előtte részlegesen, 2,5 éve pedig teljes cenzúra van. Tehát minden, ezekre Putyin letette az esküt. Ötödjére, illetve szembe jut még egy 2008-as videó, ugye Putyin hivatalosan az orosz alkotmány a megváltoztatás előtt két elnöki ciklust tett lehetővé, aztán két egymás utáni ciklust tett lehetővé. Ugye 2008-ban, amikor lejárt a második ciklus, igen, úgy oldották meg, hogy helyet, tehát Medvegyev beült az elnöki székbe, Putyin ment a kormányfői székbe, aztán újra Putyin 2012-ben visszatért, és úgy próbálták ezt a problémát megoldani az elnöki ciklusokkal, hogy előbb kitolták az évek számát, tehát korábban az orosz elnök 4 évre volt megválasztott, 2012-től ezt kitolták 6 évre, tehát sajnos ez idő is lejárt, hát eljutottunk a 2-6 éves ciklusnak a végére, és hát Putyin nem tehet más, mint hogy 2020-ban megváltoztatták az alkotmányt, és ilyen apró változtatásokat tettek bele, de ez lehetővé tette, hogy azt mondják, hogy mivel ez egy új alkotmány, ezért a ciklusok száma is nullázódott, úgyhogy újraindult a számítás. Kreatív. Kreatív hozzáállás volt, úgyhogy most ugye újabb 2 ciklusra indulhat, tehát az egyik már folyamatban van, akár 2036-ig. És ugye 2008-ban volt egy beszéde, amikor ugye megindokolta, hogy ugye 2008-ban nagyon jó ment minden Oroszországban, ez még a gazdasági világválság előtt volt, aztán ugye amikor visszacseréltek helyet, akkor gazdasági problémák is voltak, politikailag sem volt minden jó, ugye 2011-12-ben tömegtüntetések söpörtek végig Oroszországban, de 2008-ban minden nagyon jó nézett ki, a gazdaság prosperált, az olajárak az égben voltak, és sokan valóban megkérdőjelezték, hogy Putyin miért nem változtatja meg az alkotmányt, miért nem marad elnöknek harmadszorra is. És Putyin azt mondta, hogy hát sok embernek vannak ilyen kísértései, valakinek a drogok, valakinek a, nem tudom, a dohány, de hogy a legnagyobb kísértés, a legnagyobb függőséget a hatalom okozza, de ő rajta a hatalom nem fog ki, megígér ez utolsó ciklus, amiben ő elnökként szerepel, és pontosan ezért ő átadja a hatalmat, és nem tér vissza. Hát ugye most az 5. ciklusánál tartunk. Ez a populárisabb része. A nem populáris része az, hogy milyen hatással lehet a háborúra. Bizonyítani akar majd valamit?
Hát bizonyítani, hogy most lehetőséget lát, tehát a Oroszországon már túl vannak a választásokon és a politikai kockázatokon, Európában választások vannak, az Egyesült Államokban választások vannak, Ukrajnában éppen katonailag nem egy túl jó időszak van, lőszerhiány van a fronton, amerikai fegyverek még csak részben érkeztek meg, tehát Putyin valószínűleg ezt megpróbálja kihasználni. Most nyerekben érzi magát Oroszország. Ami talán az érdekesebb része, de erre néhány napon belül pontot fognak tenni, hogy vajon lesznek-e komoly változások az orosz hatalomban, mert attól függetlenül, hogy persze, hogy Putyin, ugye Oroszországban szuper elnöki hatalom van, tehát lényegében a parlament, a kormány csak másodlagos szerepet tölt be, minden kérdésben végső soron az orosz elnök dönt, de mégiscsak ugye fontosak azok a személyek, akik részt vesznek a hatalmi megosztásban. Az eddigi kormányfő Mihail Misusztyin most hivatalosan lemondtak az teljes kormány, de ez technikai jellegű, mert ha új elnököt iktatnak be, akkor az alkotmány szerint a kormánynak le kell mondania. Tehát nem Putyin vagy az orosz agresszió ellen tiltakozásképpen. Nem. Hozták meg ezen döntésüket. Van, nem emiatt történt. Ugye érdekesség, hogy hivatalosan, vagy legalábbis nem hivatalosan, a korábbi gyakorlatok mellett vagy az elnöki beiktatás napján, vagy az előtte való napon benyújtják a kormányfőről szóló jelöltséget a parlamentbe, tehát Putyin megmondja, hogy ki lesz lényegében a kormányfő, és erről a parlament szavaz, és mire megtörténik a beiktatás, akkor nagyjából mindenki tudja, hogy ki lesz a kormányfő, és kiből fog összeállni a kormány. Ez azért is érdekes, mert ma május 7-e van, jól emlékszem, amikor ugye felveszünk ezt a... Igen. Május 9-én lesz Oroszország ilyen legnagyobb szakrális ünnepe, a győzelem napja, amit a legnagyobb ünnepségek keretében ünnepelnek meg, és az is sokat számít, hogy ki van a tribűnön a május 9-ei parádén, Putyin mellett kik állnak ott, és a jelen helyzet úgy néz ki, hogy nem nevezték meg a beiktatás előtt a kormányfő személyét, és elnapolták május 10-ére az erről szóló döntést. Tehát nem, hogy a beiktatás napján, de még a május 9-i parádén sem tudják az orosz polgárok és ugye az orosz hatalmi vertikában lévő emberek, politikai elitek, hogy milyen változások lehetnek. Ugye például nagyon fontos változás lehet, hogy vajon Szergej Sojgu, a védelmi miniszter marad-e ezen a pozíción. Tehát vélhetően Putyin nem volt teljesen elégedett Sojgu teljesítményével, viszont háború menet közben nem biztos, hogy olyan szerencsés, hogy Ukrajnában sem volt annyira szerencsés, hogy lecserélték a parancsnokot. De például az elmúlt hetekben indult korrupció ellenes eljárás Sojgu egyik segédje ellen, sokak számára azt jelzi, hogy esetleg Sojguval is kikezdett. Mindenesetre sok a kérdőjel, napokon belül kiderül, hogy lesz-e komoly változás az orosz hatalomban. Ugye, kedves nézőknek, hallgatóknak azt meg tudjuk ígérni, hogy a győri rendezvényen, az ottani ott felvételen már valószínűleg valami picit okosabbak leszünk, hanem akkor pénteken a budapesti rendezvényen meg mi okosabbak leszünk. De váltsunk most harcteret, itt a beszélgetésünk vége fele, de hát szintén egy fontos harctér, és megint álnaív provokációval jönnék, Robert, az irányodba. Ez pedig Rafának az ostroma, ami megindult, akkor provokállak. Ugye a utolsó pillanatban ugye a Hamas elfogadta a békefeltételeket, és Izrael mégis megnyitotta a támadást. Ez jött le, amit én láttam a hazai sajtóban. Helytálló ez? Hát ez egyáltalán nem pontos, mondjuk úgy, egyáltalán nem pontos. Mindjárt megmagyarázok, hogy miről van szó. Szeretném egy módszertani kitérővel kezdeni, ha megengedik. Úgy gondolom, hogy van háromféle elemzés. Van az egyik fajta elemzés, ami gyakorlatilag a hírek. Amit elmondtak a hírekben, azt az elemző elmondja újra a saját szavaival, ez az egyfajta elemzés. A másik fajta elemzés, amelyik belefolyt minket egy ilyen az adatoknak, a szláv vagy az arab helyneveknek a végtelen tengerébe, meg számadatokba, alakulatoknak a nevei. Egy ilyen cunami, egy ilyen adat cunamiba belefolyt minket. És van egy harmadik fajta elemzés, ami megpróbálja a lényeget megragadni a dolgokban. És ha megengedik, most ezt a harmadikat próbálom pontokba foglalni. Tehát az egyik dolog, hogy október 7-én a béke állapotából, mikor vendégmunkások jöttek be Gázából Izraelbe, több tízezeren dolgoztak, történt egy támadás, hogy milyen atrocitások történtek, nem akarok arra visszatérni. Vannak itt nők a társaságban, fiatal nők, és nem akarok erre most visszatérni. Megtörtént, ami megtörtént. A támadást követően történt két dolog. Az egyik az, hogy Izrael egy pillanat alatt egy hétfrontos háborúban találta magát, másodszor kialakult egy ilyen, az úgynevezett Gyuri bácsik által támogatott progresszív cunami,
azon a napon, amikor megtörtént a támadás Izrael ellen, már állt a bál az amerikai egyetemeken, de Izrael még nem is reagált. Még kisebb nyitottam a páncélszekrényemet, hogy kivegyem a gépkarabélyomat, meg a málhamelényemet, még föl se vettem, hogy kimenjek a frontra, már zörögtek a Gyuri bácsinak az emberei az amerikai egyetemeken. Tehát így kezdődött a dolog, tehát ez a kiinduló pont. Így kezdődött az egész. A második dolog az, hogy gyakorlatilag december vége, január eleje óta nincsenek számottevő harccselekmények a gázai övezetben. Tehát Izrael elért bizonyos eredményeket, és akkor egy amerikai autón utazunk, és az amerikai autónak amerikai a kéziféke is. Nem tudom, hogy tisztában vannak avval, amikor vesznek egy amerikai autót, ott a kézifék is amerikai. És hogyha az amerikai kéziféket behúzzák, akkor az autó mehet tovább, csak egy kicsit döcög, egy kicsit füstöl, egy kicsit, de sokkal lassabban megy, és ezt látjuk azóta. És látjuk azt, hogy van egy érdekazonosság a Biden adminisztráció és a Hamas között lezárni ezt a háborút. A Biden adminisztráció szempontjából, ha végtelenségig le akarom egyszerűsíteni ezt a dolgot, akkor azt mondhatnám, hogy ha Izrael Rafahban, akkor Trump a Fehérházban. Miért? Nagyon egyszerű, azért, mert az amerikai szélsőből, meg az amerikai muszlim szavazók, ha nem szavaznak Biden, akkor Biden el fogja veszíteni, ennélkül is elveszíti a választásokat, adná az Isten bocsánat, hogyha ennyire szubjektív lehetek, hogy kiléptem az elemzői szubjektivitásomból, de tényleg úgy gondolom, hogy úgy Magyarországnak, mint Izraelnek az érdeke az, hogy Trump legyen az elnök. Minden más nézőpontot is teljesen tiszteletben tartok, nekem ez a preferenciám, és azt hiszem, jobb lesz az egész világnak, meg is tudom magyarázni, hogy miért. És ezt látva, a Biden adminisztráció kénytelen megnézni, hogy a kenyérnek melyik oldalát kenik meg vajon, és ennek az eredményeit látjuk most. A tragédia az, hogy mivel nincs egy amikor láttunk, a háború egy laboratórium is. Láttuk, hogy mikor volt egy masszív katonai nyomás a Hamaszon, akkor nagyon hamar beleegyeztek egy ilyen túsz mesébe, és visszakaptuk a túszoknak a felét. Mikor behúzták azt a kéziféket, és nincs katonai nyomás, azóta folyik ez az ötletezés. Látjuk azt, hogy a Hamasz következetesen nem akar egyezményt kötni Izraellel. Nem akar, ők úgy gondolják, hogy ezek a tüntetések, meg a nyomás, a úgynevezett világközvélemények a nyomás, amit Magyarország is épp elég érez itt Európában, megállítja Izraelt, és akkor ők megnyerik, de facto megnyerik a háborút, anélkül, hogy elengedjék a tuszokat, elengedjék a visszaadják a holttesteket, amiket testrészeket, amiket elraboltak, és hatalmon maradnak ott Gázában. És gondolom az is teljesen nyilvánvaló, hogy ha marad ez a palesztin megosztottság, akkor nem lesz semmilyen palesztin állam, a Közel-Kelet nem lesz egy jobb hely, tehát egy lépésre teszünk előre. Viszont Biden maradhat a Fehérházban. Tehát erről szól, gyakorlatilag erről szól ez az egész, és ennek rendelnek alá mindent tulajdonképpen. És most ez a Rafahi akció, igazából nem tudjuk, hogy visszatérek a konkrét kérdésre, nem tudjuk, hogy most csak ez egy ilyen rajtaütés volt, és aztán majd Izrael kivonul, és az egésznek csak az volt a célja, hogy ebben a TUSZ tárgyalásban egyfajta előnyt érjünk el, és hogy végre arra vegyük rá a másik felet, hogy lezárjuk ezt a mesét, vagy pedig tényleg egy hosszú katonai akció, és Izrael eldöntötte stratégiailag, hogy katonailag akarja megoldani ezt a problémát, és nem a diplomácia eszközeivel. Mivel akarom lezárni a dolgot? Ez itt a befejező gondolat. Nincs semmi szükségszerűség abban, hogy egy sakkjátszmát addig játszunk végig, ameddig az ellenfél összes bábúját leütjük. Tehát, hogyha mind a két fél racionális, akkor a másik az a fél, amelyik vesztésre áll, azt mondja, kérem szépen, látom, hogy vesztésre állok, és épp úgy, hogy a palesztinok a 80-as években, az idősebbek még emlékeznek a libanoni háború alatt, azt mondták, hogy kérem szépen, elegünk volt, a PFS elmegy Tunéziába, Libanonból, Arafat elmegy Tunéziába, lezárjuk ezt a dolgot, és ez a fenyegetés megszűnik Izrael részéről. Tehát Izrael részéről mi két dolgot akarunk ettől a háborútól. Az egyik az, hogy megszűnjön ez a fenyegetés, hogy holnap reggel ne legyen még egy ilyen rajtaütés a nemi erőszakkal, az emberrablásokkal, az atrocitásokkal, ne legyen még egy ilyen. Ez a fenyegetés le akarjuk venni az asztalról, másik vissza akarjuk kapni a tuszainkat. Ezt a két dolgot akarjuk ettől a háborútól. Ezt meg lehet oldani diplomáciai eszközökkel. Hamas fogja magát, a vezetők elmennek valamely Iránba, vagy valahova, hajlandók befogadni őket, a terroristáikat elviszik magukkal, marad egy civil adminisztráció Gázában, hogy ki lesz az a Hamas, vagy a palesztin autonómia, a lőtéri kutyát nem érdekel, ugyanaz a szemétdom marad, volt előtt, és ugyanaz marad utána, és gondolom nincs senkinek illúziója evel kapcsolatban, láttuk ezt Afganisztánban is, ez tény. Ez van. Tehát ez az egyik megoldás, a diplomáciai megoldás, másik megoldás a katonai megoldás, ami semmi jóra nem vezet senkinek. Nekünk lesz még néhány száz halottunk, másik oldalon lesz több ezer halott, semmi jóra nem vezet. A dolog tragédiája az, hogy a nyomást állandóan ránk gyakorolják. Ahelyett, hogy azt mondanak a terroristáknak, ez a háború, ti kezdtétek, mi lenne, hogyha vennétek egy fehér zászlót, és egy lassú, méltóság teljes mozdulatokkal elkezdenétek azt a fehér zászlót lebegtetni, és menjetek el, senki nem akart titeket megölni az utolsó szárig, menjetek onnan. Szabadítsátok meg a büntetésetektől ezt a népet, menjetek innen, és akkor marad egy civil adminisztrációt, és terrorfenyegetés megszűnik, és mi visszakapjuk a tuszainkat, és akkor ez lenne az ideális befejezés. Hogy ez lesz a befejezés a háborúnak, nem vagyok benne biztos.
Kedves nézőink, a köztérben a Mandiner országos roadshowjának nyitó rendezvényére kalauzoltuk el önöket. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.